Újra mindenkire érvényes útlevél ellenőrzés lesz az Európai Unió külső schengeni határain, így Magyarország esetében például a déli határszakaszon. Az ellenőrzés uniós és nem uniós állampolgárokra is vonatkozik majd. Üdvözlöm a stúdióban Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját, akit a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbításáról is kérdezek. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Hát akkor kezdjük ezzel, jött, akkor kérdezem is a válsághelyzetről. Ugye szeptember 7-éig hosszabbították. Meg miért van erre szükség? A válsághelyzet cselekvési lehetőséget ad a kormányzatnak, a honvédség erőinek az alkalmazására, egy intenzív rendvédelmi tevékenységre, a menekültügyi és idegenrendészeti szabályok alkalmazására. És mivel minden tévénéző láthatja, hogy hol hegyes halomnál, hol Budapesten, vasúti szerelvényekben, hol a déli, hol az ukrán, hol a román határon fog el a rendőrség csoportos illegális átlépőket, és hát a szerb szakasz térségében pedig napi jelentős 150-200 fős határsértő mozgás tapasztalható. Mindezek a körülmények indokolják, hogy ezt a válsághelyzetet szeptemberig meghosszabbítsuk. Vannak, akik ezt nem teljesen értik. Közelmúltban adtam egy interjút egy portugál televíziónak, hogy hát itt milyen veszélyhelyzet van kihirdetve. Mondtam, hogy nincs veszélyhelyzet kihirdetve, más ennek a neve. De hát mondjuk a tavaly előtti merényletek óta Franciaországban rendkívüli állapot van, és hát ez azért az állam működését és az állampolgári jogok érvényesítését nem érinti. Itt is ez a helyzet magyar állampolgárokra semmilyen következménnyel, szigorítással nem jár. Lázár János tegnap a Kormányinfón 800 000 ember balkáni térségbe rekedt, 800 000 emberről beszélt, akik a balkáni térségbe rekedtek, akik nem tudnak visszamenni Törökországba. Miért nem? Hát az a helyzet, hogy nagyon jelentős számba bevitatott, mert van, aki regisztrált, tehát pontos adatot mond, de mindenki tudja, hogy az illegális tartózkodóknak jóval nagyobb a száma. Azt jelenti, hogy átjöttek a szigetekre Törökországból, vagy bejöttek a bulgár-török határon, vagy a görög-török szárazföldi határon, és elindultak a valamikori balkáni útvonalon, amelyik elvileg zárva van, és különféle helyeken elakadtak. Vannak, akik Görögországba, szigetekről nem tudtak átjutni a kontinentális Görögországba, van, akik Macedóniába nem tudnak bejutni, van, akik a bulgár, szerb vagy román határőrizetbe botlanak bele, és nem tudnak tovább jutni, és így alakul ki egy viszonylag nagy számú tömeg, amelyik igyekszik folyamatosan tovább jutni, és semmiképpen nem kíván visszamenni az eredeti úti célján, tehát az eredeti kiindulási pontjára, és mivel ezek között messze nem a szírek vannak nagy többségben, hát több mint 100 ország állampolgár. Elképzelhető, hogy ők Európa felé indulnak? Mindenképpen. Ez a fő céljuk, törekvésük, és a Szerbiába tartózkodó, megint csak hivatalos adatok szerint olyan 7-8 000, nem hivatalos adatok szerint 15-20 000 migráns van, akik most már súlypontilag is áthelyezték a tartózkodási helyeket inkább a Vajdaságba. Az a céljuk, hogy a magyar kerítésen jussanak keresztül. Ők úgy gondolják, elsősorban az embercsempészek gondolják így, hogyha a magyar kerítésen át tudják juttatni az ő embereiket, akkor utána már nincs újabb ellenőrzés, és benn vannak a schengeni térségben, míg ha Horvátország felé mennek, akkor többszörös határellenőrzésen kellene keresztül jutniuk, ezért próbálkoznak eddigi szigorítások ellenére a magyar határa. Ezért készül a második kerítés? Ezért készül a második kerítés, és ezért készül az a jogszabály, amelyik az idegenrendészeti szabályokon szigorít, és véget vet annak a gyakorlatnak, becsukja azokat a kiskapukat, amelyek eddig arról szóltak, hogy azt hazudom, hogy én menedékjogot szeretnék kérni, lehetőség szerint hamis adatokat közlök, amíg a hatóság vizsgálhatja az én beadványomat, addig a nyílt táborból elszökök, és ismeretlen helyre távozok, vagyis folytatom az utamat az eredeti úti célom felé. Erre a nemzetközi menekült szabályok nem adnak lehetőséget, tehát nem választhatja meg senki, hogy hol akar menedékjogot kérni. Az első biztonságos országba kell ezt megtegye, és mire a magyar határa ér, nagyon nagy számú biztonságos országon halad át, tehát itt a menekült jog tulajdonképpen föl sem merülhet. Február 16-án ugye az Európai Unió elfogadta azt a jogszabályt, ami szerint ugye ellenőrzik az uniós állampolgárokat is a határon, a szerb határon például. Mire kell felkészülni? Tehát mit kell magunkkal tartani? Az alapelgondolás, hogy a külső határokat, a schengeni határokat őrizni kell, ez önmagában helyes. Csak az a furcsa, hogy a zöld határok őrzésében nem mutat aktivitást az Európai Unió, továbbis úgy gondolja, és bennünket is rendszeresen bírál, hogy
miért őrizzük ilyen szigorúan a határunkat. Igaz, hogy utána bejutottakat meg megpróbálja visszaküldeni hozzánk. Tehát a zöld határon azt szeretné, hogy mindenki ellenőrzés nélkül ismeretlen identitással áthathasson, viszont úgy gondolja, az nagyon előnyös, hogyha a határátkelőeken viszont szigorú ellenőrzés vezet be, mégpedig az uniós állampolgárok számára is, akiket nem csak a magyar határ ellenőrzési rendszer adatbázisaiban, hanem az uniós adatbázisban kell ellenőrizzenek és regisztráljanak, amelyik időt vesz igénybe, másrészt tulajdonképpen az uniós központ adatbázisa dönti el, hogy ki az, aki átléphet kifele vagy befele az uniós. Ez az idő, ez mit jelent? Tehát ez a gyakorlatban hát ez, mit jelent? Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy legalább egy 8-10 másodperccel hosszabb lesz az ellenőrzés, meddig rátekintett az útlevelére, most azonosít, hamisságot vizsgált és egy adatbázisba ellenőrzi számítógépes rendszerre. Ha azonban figyelembe veszük, hogy tavaly például a magyar határt 60 millióan lépték át, most ugye 60 milliót, ha 8-10 másodperccel megszorozzuk, egy elég jelentős nagy időtartam jön létre. Ez azt jelenti tehát, hogy mondjuk egyes időszakokban, csúcsidőszakokban, egy horvát tengerparti váltás, vagy egy török vendégmunkás hazatérő hullámnál, hát bizony igen jelentős torlódások alakulhatnak ki a határátkelőhelyeken. Mi ezzel az intézkedéssel nem értünk egyet. Ennek az új intézkedésnek technikai, anyagi plusz felfordítási igénye van? Valószínűleg igen, hiszen újabb sávokra, ellenőrző pontokra, csúcsidőszakokban, újabb rendőri erő jelenlétére, számítógépes technikai fejlesztésekre lesz szükség. De a fő kérdés, úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül ez, hogy most kell bővíteni, vagy nem, valószínűleg igen, hanem az, hogy megint egy olyan célszerűtlen intézkedést erőltetnek a schengeni államokra, amelyik nem szolgálja igazándiból a biztonságot. Bakondi György, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtad. Én is köszönöm.